Most megmutatjuk, mi történt pontosan a Karmelita kolostornál, amiről a rendőrség és a rendőrségi szakemberek azt mondják, hogy jogos és arányos volt, mármint a könnygáz bevetése. A kényszerítő eszközöknek az a célja az, hogy a jogellenes működést megállítsa, sőt, együttműködésre késztesse az intézkedésre alávont embereket. És azt kell mondanom, hogy ez a gáz, ez az ingerlő gáz, ez enyhebbek közé tartozik, hogy ennél sokkal súlyosabbak vannak. Ott azért még hozzánk is el kellett volna jutni annak a felszólításnak, hogy mi következik. Ha ezt nem teszik, ha ezt teszik, mi lesz erre a reakció. Mi lett volna, hogyha hagyják a kordonokat elbontani, oda leülnek a tüntetők, és akkor lehet, hogy pár óra múlva mindenki hazamegy, és ha olyan nagyon akarják a hatóságok, akkor visszarakhatják a kordon. Szóval, hogy lehet, hogy ez is egy lejátszási mód lett volna, ahelyett, hogy diákokat könnygázzal lefújtak volna. Arról, hogy indokolt volt-e használni a könnygázt vagy sem, nem sokára bővebben beszélgetek a szakértőkkel, de előtte összefoglalom önöknek röviden, hogy mi történt az elmúlt egy évben a pedagógusokkal, hogy miért tüntetnek és hogy pontosan mit tartalmaz a státusztörvény. Ó, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 eljött a hajnal! Folyamatos tüntetések, szolidaritási akciók, kirúgások, tankerületek által küldött fenyegető levelek, polgári engedetlenségi akció. Több mint egy éve tüntetnek, hol sűrűbben, hol ritkábban a pedagógusok azért, hogy rendezzék a bérüket, azért, hogy sztrájkolhassanak, és azért, hogy békében dolgozhassanak. Tavaly októberben a kirúgott kölcse is tanárokért tüntettek, majd a pedagógusok világnapján tanárok, diákok és szülők ezrei foglalták el a Margit hidat, majd vonultak át a Kossuth térre. Majd október végén a Kálvin térről a Műegyetem elé vonult a demonstráló tömeg, december elején fáklyás vonulással a köztévéhez mentek a diákok, aztán idén jött a bejelentés az új köznevelési tervekről. Mutatom, mit tartalmaz pontosan a státusztörvény, amely miatt csaknem 5000 pedagógus jelezte, hogy beadja a felmondását. Amellett, hogy eltörölnék a pedagógusok közalkalmazotti jogviszonyát, a felmondási idő 2 hónapról 6 hónapra változna. A pedagógusokat is át lehetne vezényelni másik iskolába, ha ott tanárhiány lép fel. A napi munkaidő 8-ról maximum 12 órára, a heti munkaidő 40-ről 48 órára változna. Elrendelhetnék a vasárnapi munkavégzést, sztrájk esetén az osztályok összevonhatók lennének, a diákokat más iskolákba lehetne vezényelni, és a sztrájk miatt kieső napok pótlása miatt a tanév akár július közepéig is tolódhatna. A pedagógusok laptopját és mobilját is átvizsgálhatják, és a pedagógusok még munkaidőn kívül sem nyilatkozhatnának negatívan a közoktatásról. 2 napja írta meg a közös levelező listánkra itt egyik kolléganőm, hogy elhagyja az iskolát. Ő már megírta, és nagyon sokan vannak, akik gondolkodnak. Nincs benne olyan pont, amit bármit is megoldana. Előre vinne bármit, hogy ettől lenne jobb az oktatás, a fenét lesz ettől jobb az oktatás. Minden arra vonatkozik, hogy egy kicsit megregulázni bennünket, kézben tartani a pedagógusokat, központilag mindent irányítani, mindenről tudni. Ebbe nincs jó. És hogy reagáltak erre a kollégáim meg a kollégák? Hát nagyon sokan vannak úgy, hogy igen, fel kell állni. Ebben nem szabad benne maradni. És többen azt mondják, hogy még akkor se szabad benne maradni, hogyha bizonyos pontjait visszavonják. Tolnár József a budaörsi I. és Gyula gimnázium matematika szakos tanára Törlei Katalin mellett állt a tüntetésen, amikor tőlük körülbelül 10 méterre könnygázt vetettek be a rendőrök a tüntető diákok és tanárok ellen. A rendőrség szerint jogszerűen intézkedtek, a jogvédők szerint viszont rendőri túlkapás történt. Nem csak itthon, hanem külföldön is gyakran használja a rendőrség, főleg tüntetéseken a könnygáz tömegosztatás céljából. Legelőször a francia hadsereg használt könnygázt az első világháború csatáiban. 1997 óta tilos nemzetközi konfliktusokban és háborúkban a könnygáz használata. A helyi hatóságok azonban dönthetnek úgy, hogy sportmeccseken, tüntetéseken, kizárólag az emberek szétoszlatása céljából használják azt.
A könygáz nagyon erősen irritálja a nyálkahártyákat. Szúr, csíp, éget, perceken keresztül nem lát tőle az ember. Én is tapasztaltam már, milyen érzés ez. 2015-ben a röszkei határátkelőnél kaptunk egy adagot a stábomban, amikor az érkező menekülteket akarták oszlatni a rendőrök. Ha esemény van, amit meg kell akadályozni, meg kell állítani, ráadásul iszonyú nehéz dolog, szinte művészet az, hogy mikor pláne egy tömeg van, és elkezd erőszakos mozdulatok fölvillannak, hogy akkor mikor is vessük be a kényszerítő eszközöket, mert ha túl korán, akkor az is baj lehet, mert esetleg a tömeget éppen az fogja tovább a dühét fokozni, vagy ha túl késő, amikor eszkalálódott, kiterjedt az esemény, akkor meg nem is lehet már megfékezni. Ha ott embereket agyontaposnak, vagy emberek megsérülnek, az egy külön fel a rendőr, tehát akkor a rendőrnek el kell döntenie, kap erre kiképzést, kap gyakorlást, hogy mikor van, és neki el kell dönteni, hogy kényszerítő eszköz. És ebben vannak fokozatosság, meg arányosság. Németh Zsolt nyugalmazott ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem óraadója szerint azért is használhattak könygázt a rendőrök a hétfői tüntetésen, mert semmiféle védőfelszerelésük nem volt, holott szerinte érdemes megnézni, hogy például Párizsban egy tüntetésen milyen páncélzatban vannak a rendőrök. Mutatom. Franciaországban márciusban volt az eddigi talán leghevesebb tüntetés, amikor több mint 1 millió ember vonult utcára országszerte. 13 000 rendőr vigyázta a rendet, és több helyen is vízágyút és könygázt alkalmaztak a tüntetők ellen. Én nem láttam azt ezeken a képeken, hogy a Bastille ostromára készültek volna. A kordonbontás eddig sem társult azzal, hogy az elbontott kordonoknak a helyén ott egy ilyen rohamozó tömeg jelent volna meg, amelyik be akart volna hatolni a miniszterelnökségre, hogy ott megakadályozzák a munkavégzést, vagy bárki nem fizikai kárt akartak volna tenni. Ennyiből én magát a rendőri fellépést azért tartom túlzónak, mint ilyen értelemben laikus, én sem jogász, sem rendőr nem vagyok, mert ezek a tüntetők, ezek egy konkrét jogszabály ellen tiltakoztak, ennek része volt a kordonbontás, de fizikai kárt senkiben nem tettek, és ugye a másik vitatéma, ezt meg szintén nem nekem kell eldönteni, hanem egy vizsgálatnak kellene eldöntenie, hogy elhangzottak-e azok a figyelmeztetések, amelyeknek ilyenkor el kell hangzaniuk, hogy ilyen eszközbevetésére készül a rendőrség. A tüntetés témája válik azzal tulajdonképpen sok szempontból igazoltá, hogy azt hiszem az most a konszenzusos vélemény, hogyha lesz is vizsgálat, erről senki nem fog semmit majd tudni, hogy mit tartalmaz az a vizsgálat. Hát ilyen dolgok miatt zajlanak tüntetések. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Az erőszak az nem ez. Az erőszak az azt jelenti, hogy fizikai kárt tesznek emberekben és épületekben a tiltakozók, semmi ilyesmit nem lehetett tapasztalni. Ön szerint indokolt volt a könygáz bevetése a státusztörvény elleni tüntetésen? Szavazzon alapdíjas SMS számunkon vagy Facebook oldalunkon. Csütörtökön került ki a kérdésünk a Facebookra, a kérdéshez érkező kommentekből szemezgettem. Az egyik nézőnk azt írja, hogy szerinte rendőri túlkapás történt. Egy másik nézőnk viszont azt kérdezi, hogy vajon mit kellett volna tenni a rendőröknek, amikor a testi épségüket veszélyeztette a megvadult tömeg. Párizsban ekkor már rég előkerültek volna minimum a gumibotok, mások szerint már önmagában a kordonokra sem volt szükség. Nagyon megértő rendőrök álltak velünk szemben. Tehát már az arcukon az látszott, hogy mindent értenek. Az elején még nagyon mereven tartották magukat ahhoz, hogy nem beszélünk, nem néznünk rá, kerüljük a tekinteteket, valószínűleg ez az ő protokolljukban benne van, de aztán utána már elkezdtek velünk beszélgetni. Tehát volt, aki mondta, hogy egyik azt mondta, hogy óvónő, a másik azt, hogy bölcsődei dolgozó a párja. Tehát teljes egészében megértenek bennünket. Volt egy kis rendőr, egy fiatal rendőr, akinek elmondtam, hogy neki még volt tanára, volt kedvenc tanára. A gyermekének már nem biztos, hogy lesz. És akkor mit gondol majd akkor, hogy ön el fogja mondani, hogy ön állta itt az utunkat? Na most ez a fiatal rendőrnek, ennek megjelentek a könnyek a szemébe. És képviselőkhöz valóban nem lehet hozzányúlni.
Persze, ha bűncselekményt követelő képviselő is tetten érje a rendőr, akkor lehet őt szabadságba korlátozni. Háromszor kaptam eddig könygázt. Mindhárom alkalommal Orbántól és Pintértől, de ilyen közelről, mint tegnap, még soha. Tegnap délután felmentünk a Karmelita kolostorhoz, hogy az egyébként jogellenes kordonokat ismét elbontsuk. Ezek a kordonok hivatalosan egy építkezést védenek, valójában ezek a kordonok a hatalmat és a miniszterelnököt védik. A rendőrség már akkor is nagyon agresszívan lépett fel, többeket elvittek, összesen 4 képviselőt, és voltak itt még a földre is tepertek. Ez egy teljesen aránytalan és egy teljesen jogszerűtlen lépés volt a részéről, nem lehet figyelmeztetés nélkül a tüntető tömeget könygázzal oszlatni. Nagyon jó! Nagyon jó! Ezt például 2007-ben nem csinálták a Fidesz frakció tagjaival, én nem emlékszem arról, hogy Hatházi Ákoshoz, az ő ellene alkalmazott módszerekhez hasonlóan rángatták volna Orbán Viktort 2007-ben. A Fidesz képviselő csoportja 2007-ben egy péntek délelőtti ülésük után vonult a parlament elé, hogy lebontsák a szerintük a gyülekezési szabadságot korlátozó kordonokat a Kossuth téren. Orbán Viktor akkor úgy nyilatkozott az Indexnek, hogy idézem, alkotmányos jogainkat korlátozzák, mégiscsak volt itt egy rendszerváltás. Vártunk, türelmesek voltunk, de mindennek van egy határa. Elérkezett az a pont, amikor, ha másnak nem, a képviselőknek példát kell mutatni demokrácia védelemből. Természetesen szerettem volna, hogyha a budapesti rendőrfőkapitányság is megszólal az ügyben, ők azonban nem szerettek volna nyilatkozni, viszont küldtek nekem egy közleményt, amelyben azt írták, hogy parancsnoki kivizsgálás történt, amelyben megállapították, hogy szerintük az intézkedés szakszerű, jogszerű és arányos volt. Ezzel szemben a tanárok és a diákok azt mondják, hogy ők csak békésen tüntettek, és szerintük egyáltalán nem volt indokolt a könygáz használata. De most önökön a sor, szavazzanak. Ön szerint indokolt volt a könygáz bevetése a státusztörvény elleni tüntetésen? A Heti Naplóban Török Réka riportját látták.